Kézilabdázóink napi két gyakorlással készülnek a rájuk váró bajnoki feladatokra, és mint azt Bulat Anita szakmai igazgató érdeklődésünkre elárulta, a csapathoz érkezett új játékosok is egyre inkább felveszik azt a ritmust, ami elengedhetetlen a hatékony munkához. Múlt héten voltunk kint Romániába, Erdélybe, egy ilyen kis összeszokós, barátkozós, kis túrázós kiránduláson, úgymond. Azért munka is volt benne, meg elég nehéz túrák vettek részt a lányok. Gyönyörű volt a hely, de tényleg munkával töltötték az idő nagy részét. Most a héten azért most már a kézilabda is előkerült, fokozatosan készülünk, folyamatosan lesznek erősödő mérkőzések. Minden hétre raktunk be azért egy-két mérkőzést, hogy a lányok azért az összeszokottság az nagyon fontos lesz idén. Azért nagyon átcserélődött a csapat, úgymond. Sok új játékos érkezett, a régiek azért már nagyjából tudják, hogy mit várunk el tőlük, de nagyon sok mindent kell tanulnia az újaknak. Úgy említette azt, hogy rengeteg új játékos érkezett, kicserélődött azért a csapat egy része. Hogy látod, mennyire jó emberek, hogy illeszkednek az öltözőbe, hogy alakul a beszoktatásuk? Azért is kezdtük így a szezon tényleg, hogy 4 nap kicsit úgy ez az ismerkedés Erdélybe. Nagyon, nagyon hamar beilleszkedtek, én úgy gondolom. Nagyon hamar felvették a ritmust úgymond a játékokba, amiket csináltunk például, vagy abba, hogy támogassák egymást a 15 kilométeres hegyi túrába. Tehát én úgy gondolom, hogy ott már azért látszódott, hogy tényleg csapatemberek, tényleg jó embereket választottunk, úgymond. A héten meg ugye elkezdtük a kézilabdás munkát, én úgy látom, hogy igen, igyekeznek, próbálják felvenni a ritmust. Persze az első labdás héten vagyunk, tehát nem azt mondom, hogy már mindenki megszokta és tudja, hogy mi a dolga, tehát ez idő kell, főleg a külföldieknek. Én tudom jól, hogy a külföldi játékosnak sokkal nagyobb úgymond az elvárás is felé, meg nagyobb úgymond az a tenni akarás, az a dolog, hogy tényleg beilleszkedjen minél hamarabb a csapatba. A csapat bízik abban, hogy a kemény nyári munka kifizetődik majd az előttük álló bajnoki idényben, és az együttes képes lesz előrébb lépni a tavalyi szezonhoz képest. Szalai Babetten biztosan nem fog múlni. Nagyon jó kedvel vágtam neki, volt idő nyáron kikapcsolódni és kipihenni az elmúlt év fáradalmait. Sok új játékos érkezett a csapatba, egy erdélyi kis kiruccanással kezdtük igazából a felkészülést, ahol tudtunk nagyon sokat beszélgetni és ismerkedni, aztán a héten már elkezdtük a termi edzéseket. Én nagyon várom az idei szezont, és remélem, hogy mindenki a tőle telhetőt belefogadni ebbe az évbe. Az edzésre kilátogatott Barta Endre Humán alpolgármester és Motyovszky Mátyás sportbizottsági elnök is, akik mindketten arról beszéltek, hogy már az edzésen is egy küzdős, hajtós társaságot látnak, amire a bajnokságban is nagy szükség lesz. Azt látom, hogy most egy nagyon jó kis csapat állt össze, komolyan veszik a munkát, nem mintha eddig ez nem így történt volna, de jó új igazolások szépen épülnek be a csapatba, és nagyon úgy tűnik, hogy egy nagyon jó szezon elé fogunk tudni nézni, és jó célokat fognak tudni megvalósítani ezek a lányok. Barta Endre Humán alpolgármester szerint remélhetőleg és minden bizonnyal olyan meccseket játszanak majd a lányok, hogy sok és egyre több dunaivárosi szurkoló látogat majd ki a csarnokba. És tényleg olyan reményekkel válunk ennek a szezonnak, hogy ebben a csarnokban bizony mindenkinek meg kell majd izzadni a pontokért. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy sok olyan meglepetés eredmény születik, ami az elmúlt időszakban egy-egy eredmény volt, de most én hiszem azt, hogy ez jóval több lesz, és biztos vagyok benne, hogy a tabella első felében fogunk idén végezni, és jó látni azt, hogy egyébként a jó kedv van, jó a hangulat, ahogy ezt mondtam az elején is. Ez talán annak is köszönhető, hogy hosszú idő óta először van az, hogy nyilván a sportolóknak csak a sporttal kell foglalkozni. Aki tudja azt, hogy 2020-ban milyen helyzet volt itt a DKK-nál, az bizonyára érti azt, hogy miről beszélek, hiszen az, hogy gyakorlatilag nem egy-egy hónapban tudnak gondolkozni, hanem fél évre vagy az egész szezont látják biztosítva. Azt gondolom, hogy ez mindenki számára megmutató itt még a mai sportvilágban is. A felkészülés során egyre több edzőmérkőzés vár a lányokra. A Dac ellen kezdenek, majd a Győr elleni meccsel zárnak, és ez pont aktuális is lesz a bajnoki rajt miatt, melyet a Ferencváros otthonában szeptember elején rendeznek.